December 8-án és 9-én rendezték meg a fővárosban a Dózsa György úti sportcsarnokban a 9. nyugdíjas expót. A Tisza Nyugdíjas Klub ezúttal is megszervezte az utazást az érdeklődők számára, ahol Pece Lászlóné készített felvételeket a rendezvényről, a látnivalókról, a színpadi műsorokról. Most egy válogatást láthatnak az eseményen készített felvételekből. A korábbi Szima csarnokban, vagyis a megszokott helyszínen már a 9. alkalommal került megrendezésre a nyugdíjas expo, amely nem csak a jelenleg nyugdíjban lévőket várta, hanem az 50 plusz elnevezésnek megfelelően azokat is, akik a nyugdíjas évekre készülnek. A kiállítás megrendezését segítő idős szervezetek, klubok, a kiállítók és a látogatók egybehangzó véleménye volt, hogy a mai, gyorsan változó időkben szükség van az idősebbek életével, mindennapjaival foglalkozó kiállítása rendezvényekre. Az elmúlt évben közel 11 ezer látogató kereste fel az eseményt. Ebben a két napban az Expon több száz szolgáltatóval és termékeikkel ismerkedhettek meg az érdeklődők, kedvezményes üdülés és programajánlatok között válogathattak, és számtalan ötletet találtak a szabadidő tartalmas eltöltéséhez is. A szolgáltatások és ismeretterjesztő előadások mellett most is nagy sikere volt a szórakoztató programoknak. Ezúttal is több nyugdíjas szervezet mutatkozott be a színpadon, mellettük könnyűzenét, operettet, magyar nótákat is hallgathattak a látogatók. Thank you.